Folyamatosan cseng a telefon ebben a szexádi rendelőben. Schnarcz Robert házi orvos, a Magyar Orvosi Kamara Tolnamegyei titkára azt mondja, az emberek inkább így mondják el panaszaikat. Véleményem szerint pánik még nincsen, de közeledik. Schnarcz doktor azt mondja, a fiatalabb generáció jól tájékozott és jó kérdéseket tesz fel. A baj az egyébként is veszélyeztetett idősebb korosztály tagjaival van. Az ellátórendszerről szólva azt mondja, nincsenek igazán felkészülve. Sajnos nincs rendesen ellátva a rendelők. Kaptunk természetesen szájmaszkot, amely sebészi szájmaszk, és állítólag kapunk 3 darab a másik fajtát is, amiért majd a mentőszolgálatra el kell menni. Azonban úgy gondolom, hogy ez elég kevés ahhoz, hogy megfelelő védelmet nyújtson. Hosszú sorok állnak a patikák előtt is gyógyszerre várva. A magunk érdekében a legfontosabb a rendszeres kézmosás, mondja Hegedűs Gyula, gyógyszertár tulajdonos. Csak abban az esetben lehet sikeres a védekezés, ha mindenki betartja a szabályokat. Ezek az intézkedéseket, amit most elkésve hoztak ugyan, de azért ezek hatásosak lehetnek, ezek csak akkor lehetnek eredményesek, ha mindannyian ebben együtt működünk. Tehát most muszáj nagyon fegyelmezetten viselkedni. Semmilyen otthoni gyógyszer nem alkalmas a koronavírus megállítására vagy gyógyítására, mondja Hegedűs Gyula. A felesleges szociális kontaktusok mellőzése és a rendszeres kézmosás és fertőtlenítés adhat a szabályok betartása mellett valamilyen védelmet.